Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Várjál. Olyan helyen járok, ahol én még nem hoztam utást, aztán... Jó, akkor itt kell lekanyarodnom majd. Okay. Jaj, te fogas kerekű. Jaj, basszus. Na. Minden gyakorlatilag lejteni fog az út. Szóval, foci téma lesz, és bajnokok ligája. Ugye már egyik csapatom sincs, mert ugye én Real Madridot szerettem, Manchester United, Inter, meg a Fradi. És hát egyik csapat sincsen ott a bajnokok ligájában már egy jó ideje. És próbálom egyébként nagyon objektívan nézni itt a dolgot. Nem arról van szó, hogy én most itt fel akarnék ezzel vágni, de azért eddig összejött az, amit most mondtam, ugye még az előző live-ban, hogy az Ajaxot várom a döntőbe, meg a Barcelonát, legalábbis szerintem ez a két csapat lesz a döntőben, és egyelőre úgy néz ki, hogy jaj, basszus, ez jó szűk itt. Szóval eddig úgy néz ki, hogy ez fog megvalósulni. Az Ajax meccsről, az Ajax Tottenhamről nagyon sokat úgy nem érdemes beszélni, vagy nem tudok úgy sokat mondani róla. Jó meccs volt. Amit beszéltünk is live-ban, hogy a Tottenhamről nagyon sok a hiányzó. Én mondjuk arra a meccsre inkább egy döntetlent mondtam volna. Ugye nem volt Harry Kane, nem volt a koreai gyerek, Hin Seng Song Ming, vagy nem tudom már a neve. Szóval voltak hiányzók, és éppen ezért azért ez meg is látszott a csapaton. És hát az Ajax behúzta az idegenbeli győzelmet. Én szerintem hazai pályán ők már ezt nem fogják kiengedni a kezükből, mert szerintem ott se lesz már nagyon hiányzó abban a hazai keretben. Tottenhamnél Harry Kane ugyanúgy hiányozni fog, mert ugye még, tehát ő már év végéig nem fog pályára lépni. A koreai gyerek még esetleg valamit csinált, bár mondjuk a Manchester City ellen pont ő volt az, aki nagyon oda tette magát Harry Kane hiányában, vagy hiányának köszönhetően. Hát akkor még talán ott lehet valami. De nem tudom, benne van egy olyan érzés, hogy az Ajax ezt már nem fogja. Tehát annyira felszívták magukat most már Ajaxék, hogy nem fogják ezt kiengedni a kis kezecskéjükből. A Barca meccs. Hát, Lionel Messi előtt tényleg leborulok előtte. Fantasztikus volt, amit csinált. Gyerekek, főleg az a harmadik gól, az nagyon odabaszott. Tehát ilyen gólt, én megmondom őszintén, még soha büdös életben nem láttam ilyen szép gólt. Tehát, mint hogyha zsinoron húzták volna azt a labdát, elképesztő. Elképesztő, amit ez a csávú csinált. A Jürgen Kloppnak a reakciója volt a legjobb, vagy a legszebb az egészben. Hát ő csak nevetett az egészen. Tehát állt és nevetett. Hát nem tud mit csinálni. Ő is elismerte, hogy a Barcelona sokkal jobb volt, még ez nem volt így kérdés az egész meccset tekintve. A másik fél időben volt egy szakasz, amikor azért a Liverpool nyomult, akkor lehetett volna esetleg valami. Szegény Szálát nagyon sajnáltam, Csóri. Az a kapufa, pedig az a 3-1 még azt mondom, hogy még talán azért nem bizakodás adhatott volna okot, de szerencsétlen. Ez az, amikor a szegény embert még az ág is húzza, ugye erre szokás mondani, vagy ilyenkor szokás mondani. Nagyon sajnáltam Csórit. Mondom, Messinek az a szabadrugás gólya, gyerekek, az nagyon odaver. Ugye a Liverpoolnak még van terhelés a bajnokságban, a Barcának már nincsen terhelés a bajnokságban. Én szerintem, hát most elmerjek mellette menni? Hát elmerek mellette menni, nem jön semmi. Jó. Szóval én azt mondom, hogy a Barca ezt a meccset ezt már behúzta. A 3-0 az még önmagában nem jelentene sokat, hiszen emlékezünk vissza, az már ugyan nagyon régen volt, hogy 14 éve, azt hiszem, a 2005-ös BL döntő volt, amikor a Milán 3-0-ra vezetett már a fél időben, és végül 3-3 lett a rendes játék, hogy volt? 3-3 lett a rendes játékidőben, és utána azt hiszem 11-esekkel nyert végül a Liverpool, de az is azért nagyon kemény mérkőzés volt. Én szerintem ettől függetlenül a Barcelona ezt már nem fogja kiengedni a kezéből. Hazai pályán a Liverpool
szinte biztos, hogy fog gólt rúgni, tehát ott nem ilyen 2-0 lesz, meg ilyesmi a Barszának. Én szerintem egy gólt útra rúgnak, én azt mondom, hogy talán egy 3-2 lesz a Barszának az a meccs. Barszában benne van, idegenben is benne van a gól. Ők voltak talán az a csapat, a most ezek közül, a négy csapat közül, akik az elődöntőben vannak, akik akiknél a legkevesebb kérdőjel volt a teljesítményüket tekintve, tehát minden meccsüket behúzták, minden meccsen domináltak. Szerintem meg lesz nekik ez. Tehát nem hiszem, hogy ki fogják engedni a győzelmet vagy a továbbjutást a kezükből, és utána meg vagy a döntőben mi lesz, az már megint egy más kérdés. Ugyanis az Ajax az a csapat, amelyik 20 pár éves játékosokból áll főleg, és idénre állt össze nagyon. A csapategység valami brutálisan jó, a Barcelona meg az a csapat, amelyik majd ezt az Ajaxot szépen a nyáron fel fogja vásárolni, és ezért is mondtam azt még valamelyik live-ban, talán vagy az előző videóban, hogy arra ne számítsunk, hogy a következő években, legalábbis szerintem ez csak egy ilyen egyéni vélemény, ne nagyon számítsunk arra, hogy a következő években az Ajax eljut a legjobb négy közé. Most kell nekik megmutatni, és ezt ők is tudják nagyon jól, és szerintem bármi is lesz, még egyébként lehet egy Liverpool-Tottenham döntő is, persze. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy Barca-Ajax lesz. Most játszunk el ezzel a gondolattal. Szerintem egy baromi jó döntőt fogunk látni, hogyha így alakul. Egyelőre a papírforma szerint ugye az éppen játszik majd az Ajax, tehát nekik igazából van pályaelőnyük. Idegenben játszik ugyan a Barca, de 3-0-ra nyert az előző meccset. Ez azért sokat számíthat, bár azért itt is egyébként megtörténhetnek dolgok. De én Kloppnak a nyilatkozatán is úgy éreztem, hogy ő ezt azért már elengedte. Gondolj bele, azért neki még ott van a bajnokság, arra is koncentrálnia kell. Az baromi nagy teljesítmény lenne, hogyha ezt a bajnokságot így, hogy ilyen izgalmas az a ilyen izgalmas idén a Premier League, ha ezt megnyerni, az egyébként felillne szerintem egy BL győzelemmel neki. Úgyhogy hát meglátjuk majd, hogy mi lesz még a visszavágón. Én továbbra is tartom azt, ugye, hogy Barcelona-Ajax döntő lesz, úgyhogy nem tudom, igazából kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerint, hogy ti hogy láttátok ezt a két meccset, úgyhogy kommentben egyébként nyugodtan vagy nyugtalanul is leírhatjátok a véleményeteket. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!